Karácsonyi ünnepséget tartottak a gondozási központ ellátottjainak, ahol a Szépkorúak műsorral és versekkel készültek a családias hangulatú rendezvényen. Sebestyén Orsolya intézményvezető hozzátette, az év során rengeteg élményt gyűjtöttek, amire szívesen emlékeznek az évvégi összegzés során. Amikor számba vesszük, hogy mi történik egy évben egy lezárást követően, akkor szembesülünk azzal, hogy nagyon sok programunk volt, nagyon sok rendezvényünk, nagyon sok főzés, sütés, együtt gondolkodás, ötletelés, a jó dolgoktól a kellemetlen dolgokig is, mert ugye sajnos ebben a korban a halálozási ráta azért már magasabb, és azt nagyon nehezen tudjuk mi is elfogadni, de ilyenkor csak a jóra szeretnénk emlékezni. Azt a sok programot, amit együtt a kollégáimmal közösen meg tudtunk valósítani, kivitelezni, láthattuk az időseknek a boldog arcát, hogy felszabadultak, hogy fiatalnak érzik magukat, és nem a napi problémáikról beszélnek, hanem az aktuális programról. Ezért kell, és ezért csináljuk ezt, amit teszünk. Ez egy nagyon jó érzés nekünk adni. Sokkal jobb így szeretetet adni, programot adni, mint tárgyi eszközt, mert az eltűnik, eldugják, nincs olyan varázsa, mint egy-egy megélt, közösen megélt emléknek. Mint említette, az adventi várakozásnak fontos szerepe van az intézményben. Filóné Ferenc Ibolya polgármester idén is ellátogatott a rendezvényre, ezzel is jelezve, hogy az ellátottak nincsenek egyedül. Mindig nagy örömmel fogadom el a gondozási központ évzáró karácsonyi ünnepségének a meghívását, mert ebben a rohanó világban, ami pont nem arról szól, amiről kellene az advent időszak, egy polgármester legkevésbé teheti meg azt, hogy elcsendesül, nagyon sok program van, nagyon sok esemény, amin részt kell venni, amin hely kell lenni, és miközben minden napokon dolgozunk a hivatalba, nagy számos feladat van, amit ilyenkor is el kell végezni, de ez az az ünnepség, amikor egy picit van arra idő, hogy az ember lecsendesedik, odafigyel a másikra, az idősekkel együtt lenni mindig nagyon jó, hiszen tőlük nagyon sok szeretetet kap az ember, nem csak ezen az alkalommal, hanem valamennyi programon, amit közösen együtt részt tudunk venni. Nagyon örülök annak, hogy az év során nem ez volt az első, amikor találkozhattam velük, hiszen nagyon gazdag, programokban gazdag és örömökben, élményekben gazdag évet zárt ez az intézmény. Több programnak én is részese lehettem, úgyhogy szívből gratulálok az intézmény valamennyi dolgozójának, hogy a munkájukat valóban hivatásként végzik, és hogy nem a fizetés arányos az, amit ők nyújtanak, hiszen a megbecsülésük sajnos messze elmarad attól, amilyen munkát ők végeznek. A szép hagyományt folytatva a Bonyhádi Gondozási Központ karácsonyi ünnepségén adta át az Ámrány család az Anikó díjat, amivel 2018 óta az év szociális gondozójának és ápolójának mondanak köszönetet. Idén Korondi Csabáné részesült az elismerésben. Én nagyon szeretem ezt a szakmát, szeretek az idősekkel foglalkozni, és hát segíteni szeretek rajtuk. Valakinek csak lelki gondjai vannak, valakinek mentális, fizikai, tehát itt minden nap más, és minden idős más. Hát az az igazság, hogy nálunk nincs lehetetlen, tehát vannak itt mindig különböző féle kliensek, nyilván akik nehezebbek és könnyebbek, mi mindig megpróbáljuk a nehezebbet is megközelíteni és segíteni rajtuk. És talán ezért, mert nem félünk az új dolgoktól és a kihívásoktól. Kiemelt figyelmet fordítanak a szépkorúak testi és lelki egészségére, amit változatos programokkal biztosítanak.